Szerbusztok, kedves emberek, én Oszkár vagyok, és most egy bemutató videót fogok nektek elhozni. Van ugyan nekem a Logitech G35-ös mikrofonos fejhallgatóm, amivel a gameplay-jeimet szoktam csinálni, tudjátok. És annyira meg vagyok vele elégedve, hogy úgy döntöttem, bemutatom nektek, így nagy vonalakban. Fogom most a kamerát. És szépen be fogom nektek mutatni, egyébként most éppen a Tomb Raider Underworld-öt rendereli a számítógép. Na szóval így néz ki maga a szerkezet. Ez egy USB és mikrofonos fejhallgató, Logitech G35. Tehát egy elég hosszú kábel van hozzá, amit látjátok. USB-vel csatlakozik a géphez. És hát nagyon jó. Rohadt jó. Tehát 7.1-es hangzása van, itt lehet átállítani, most 7.1-esen van. Hogyha ezt a kapcsolót így felkattintom, akkor sztereóra vált át, de megfigyelésem szerint általában a 7.1-et azt érdemes hagyni, hogy dolgozzon. Itt oldalt, várjál, megfordítom, jobb legyen a fényviszony, de van ez a három darab programozható gomb, erre be lehet állítani azt, hogy milyen hangmintával vegye a hangodat. Tehát lehet ilyen, mit tudom, UFO hangod, troll hangod, robot hangod. Ezeket egyébként a gyári szoftverében be lehet állítani. Van egy külső hangerőszabályzó, egy mikrofon mute, tehát amivel a mikrofont el lehet hallgattatni. Egyébként itt van a mikrofon része, tehát ezt így le kell hajtani. És amikor le van hajtva, akkor aktív, tehát akkor rögzíti a hangodat, hogyha felhajtod, akkor meg nem. És itt van a tetején ilyen párnás rész. A gyári dobozhoz egyébként adtak még vagy kettő ilyen párnát, ami egyik az kicsit vastagabb, másik az kicsit vékonyabb, meg talán még egy tartalékot is, tehát ezt innen ki lehet venni, de tapasztalatom szerint nem kell, mert elég puha. Tehát még több órás játék után sem nyomja az embernek a fejét. Ugye hát lehet állítani a fej mérethez, lehet illeszteni, ugye, tehát 1-től 10-ig van itt a számozás, tehát ezt ugye lehet tetszőlegesen ki, illetve be csukni. Na, tehát így néz ki. Van hozzá egy külön szoftver, amit fel kell telepíteni. Most a széket egy kicsit arrébb húzom, le is ülök ide. Aztán próbálom nektek demonstrálni nagyjából, hogy várjál, hol is van? Logitech Gaming Software. Na, szóval így néz ki, és itt programozni lehet tulajdonképpen ezeket a funkció billentyűket. Be lehet állítani a mikrofon részénél azt, hogy, tehát, hogy milyen hangon legyen. Hangmagasság legalacsonyabbra állítottam? Ja igen, persze, igen. Szóval itt be lehet állítani mindenféle okos kis dolgot. A mikrofonnak a hangerejét el lehet némítani. A mikrofonnak a ledjét is be lehet állítani. Tehát, hogy világítson-e neked, amikor aktív, vagy akkor világítson, amikor inaktív, vagy soha ne világítson, vagy mindig világítson. Szóval vannak ilyen jó kis dolgok, akkor itt a mély hangot, illetve a magas hangnak a magasságát, illetve alacsonyságát is be lehet állítani decibelben. Van egy ilyen finom szabályzó rész, tehát ilyen equalizer, vagy hogy hívják. Szóval nagyon jó pofa cucc, én ezt nagyon imádom. És hát egyedül annyi hátulütője mondjuk van neki, hogy hát amikor le van hajtva a mikrofon, és úgy állítod be a operációs rendszeredet, hogy visszahalljad a saját hangodat, akkor sajnos előszokott az fordulni, vagyis hát gyakorlatilag egyfolytában az van, hogy zúg. Eléggé, tehát folyamatosan hallod egy ilyen zúgás hangon a fülesen belül. De ehhez hozzá lehet szokni, és utólag a felvételben ez annyira nem hallatszik. De azért hozzáteszem, hogy én minden esetben Sony Vegasban szoktam zajmentesíteni, és ez egy pár mozdulattal meg lehet tenni, úgyhogy most a videó végére az be is fogom szerintem vágni, hogy ez hogyan lehet megtenni, tehát hogyan, milyen paramétereket kell megadni, hogy a lehető legjobb hangminőséget tudjátok kicsiholni ebből a szerkezetből. Egyébként lesz majd egy rendes Sony Vegas tutoriálom is, ahol az alapokat szépen elmagyarázom mindenkinek, tehát hogyha valaki most akar majd elkezdeni videózni, és a Sony Vegas-szal akarja megvágni a videóit, akkor az majd meg fogja tudni tenni. De ez most csak egy ilyen szösszenet volt. Egyébként a dobozát is akkor megmutatom nektek.
Na, tehát így néz ki a doboza, hát már eléggé poros. Hova tartsam, hogy jó legyen a fény? Jó lesz ez itt. Na, így néz ki a doboza, tehát van hozzá ugye leírás is, amit most fölösleges lenne kivenni. Van itt magyar leírás egyébként a doboznak a hátoldalán, tehát itt azt írja, hogy vagy mit ír, hogy játékhoz tervezett mikrofonos fejhallgató, 3 fejpárna, felhasználói útmutató, 3 éves gyártó garancia és teljes körű terméktámogatás. Így igaz. Na szóval gyakorlatilag ez egy, én 40 ezerért vettem ezt a szerkezetet, és tehát úgy, hogy nem házhoz szállítással rendeltem, hanem ilyen pick-pack ponttal, tehát hogy a nyíregyházi állomáson van egy ilyen pick-pack pont, és hogyha a megrendeléskor interneten úgy adod meg, hogy pick-pack ponton keresztül akarod, akkor meg lehet adni azt, hogy a állomáson lévő pick-pack ponthoz érkezzen, meg oda mész, tehát kapsz egy SMS-t, illetve egy e-mailt is, amikor megérkezett a termék, és akkor szépen oda mész és átveszed. És ezt én egy 40 ezerért vettem, de most nemrég, amikor néztem netes boltokban, most már ilyen 33-34 ezerért is láttam valahol. Szóval ez egy profi szerkezet. Nem azt mondom, hogy ez a legjobb, biztos, hogy van ennél 100-szor jobb is, csak hát az már ugye 100-szor annyiba is kerül. Tehát itt a teljesítmény ár-arányt néztem, amikor ezt vettem, valamint azt, hogy a mikrofonnak a minősége az jó legyen, és hát ennek tényleg, ahogy hallhatjátok a gameplay-jeimben, fenomenális. Tehát gyakorlatilag, hogyha fejhallgatóval hallgatjátok a videóimat, még akkor sem lehet hallani túl sok zúgást. Hát igaz, hogy persze én úgy csinálom, hogy Audacity-vel veszem fel a hangomat, tehát a beszédhangot, a játék hangját az Fraps-szel, és a beszédhangomat azt meg ugye tisztítom utólag. De az csak egy mozdulat. Sőt, hogyha Sony Vegasban úgy állított be, hogy templétszerűen, akkor folyamatosan minden egyes videónál automatikusan aktiválja ezt a filtert, ezt az ajszűrő filtert. Majd erről lesz szó a Sony Vegas tutoriálomban, csak győzzétek kivárni, mire összekapom magam és csinálok egy ilyen videót. Egyébként arra is gondoltam, hogy majd lesz egy olyan videóm, amiben bemutatom nektek azt, hogy hogyan történik egy teljes felvétel. Tehát be fogom állítani ezt a nagy kamerát ide, állványra, a számítógépes sarkomat fogja venni, és elejétől a végéig ez ugye be lesz kapcsolva, vagy majd valami más hangrögzítő. Valószínűleg annak a hangja lesz, mert ugye itt, na mindegy, ez már részlet technikai kérdés, és akkor elejétől a végéig megmutatom, hogy hogyan készülök neki, hogyan állítom be a fényeket, mit miért csinálok, hogyan indítom a felvételeket, hogyan szinkronizálom a hangsávokat, és aztán hogyan vágom meg, és akkor látni fogjátok, hogy mennyi munka van tulajdonképpen itt a YouTube videózással, hogyha profi szinten akarjátok csinálni. Mint ahogy én. És ez nem beképzeltség. Na, szóval, hogyha gondoljátok, akkor majd nézzétek meg azt a videómat is. Most pedig köszönök, kellemes ünnepeket kívánok nektek. Ez a videó, hát mikor osszam ezt meg? 20-án fogom megosztani, tehát most már ugye közeleg a karácsony, meg minden, úgyhogy előre is boldog karácsonyt kívánok mindenkinek, tartsatok velem jövőre is, meg hát még idén is lesznek videók. Itt az évvégi kocintással ugye ígértem, hogy majd év utolsó napján szilveszterkor kocintani fogok a nézőgémmel, ez valószínűleg meghiúsul abban a tekintetben, hogy sikerült meghívnom egy-két nagyon kedves barátomat szilveszterezni, és valószínűleg velük fogok majd mulatni, de egyébként, hogyha beleegyeznek, akkor lehet, hogy egy videót majd fogok posztolni, ahogy bowlingozunk. Lehet, hogy elmegyünk a plázába bowlingozni egyet. Majd még ez kiderül. Mindegy, szóval lehet, hogy lesz majd valami kis videó szösszenet, de lehet, hogy az már csak jövőre kerül majd fel a csatornámra. Viszont vagy előtte egy vagy két nappal majd lehet, hogy lesz egy ilyen előkocintás. De hát az lehet, hogy nem is live-ban fogom nyomni, hanem csak egyszerűen kocintok veletek, meg valamiről majd pofázok, hát ahogy szoktam, tudjátok. Na, jó, nem is húzom tovább a szót, szóval ez volt a Logitech G35-ös bemutató videó. Hogyha valaki profi szinten akar gameplayezni, akkor szerintem ennél jobbat nem talál, ennél a szerkezetnél jobbat. Érdemes kiadni rá a plusz pénzt, és akkor egy rendes szerkezetet venni, mint valami gagyit. Érted? Tehát nekem volt például az a Microsoft XLX valamennyi,
12 000-ért, hát az egy rakás trágya volt. Szóval azzal ilyen szinten videózni nem lehet. És csak azért mondtam most el, meg készítettem most ezt a videót, mert hallottam, hogy Szabi kollégám is akar USB-s mikrofonos fejhallgatót venni. Szerintem ezt vedd meg. Megéri. Rohadtul megéri. Ennyi. Ennyi volt. Na, köszönjük, hogy megnéztétek a videót. Sziasztok!